Elhalasztotta szombatra tervezett választmányi ülését az MSZP, a párt megvárja a választások végleges eredményét. Közben sajtóhírek szerint már két jelölt is van az MSZP elnöki posztjára, ki lehet a befutó, a stúdióban Tóth Bertalan. Vona Gábor lemondása után válaszút előtt áll a Jobbik, marad a néppártosodás, vagy visszajön a radikális vonal? Erről is kérdezzük Volner Jánost. Tisztelettel köszöntöm Önöket. 4 nappal vagyunk a választásokon túl, az ellenzék még újra számlálást követel, gondolva az esetleges választási csalásokra, a kormány pedig gondolva az esetleges ellenségeire megjelenteti az első listát. Ez itt az Egyenes Beszéd, Róna Jégon vagyok, jó estét kívánok. Tóth Bertalan az első vendégünk, az MSZP volt frakcióvezetője, nem tudom, lesz-e frakcióvezető, ez nyilván egy új frakció új döntése lesz, igaz? Jó estét kívánok, igen, ugye úgy szól az alapszabályunk, hogy az elnökség tesz javaslatot az alakuló frakciónak a frakcióvezető személyére, és ugye az elnökség mielőtt lemondott, ezt megtette, úgyhogy engem javasol az új frakciónak is frakcióvezetőként. Innentől papírforma? Ne, természetesen az új frakció tagjai fognak erről dönteni. És az hogyan alakul majd, hogy ki lesz az MSZP elnöke? Például azt beszélik, hogy ön az egyik, aki kandidálni szeretne erre a címre. Posztra, jövő héten munkára. A választmány elrendeli a tisztújítást, a választmányi tagok ezt megszavazzák. Utána, ha jól számoltuk, akkor 56 nap alatt, tehát olyan június közepére fogja majd a választmány ezt kiírni, tehát ennyi idő áll rendelkezésre majd az elnök jelölteknek arra, hogy egyrészt összegyűjtsenek 1500 aláírást a pártagoktól, másrészt pedig bemutassák a programjukat, benyújtsanak egy pályázatot, és majd a kongresszus dönt róla. Ez úgy megy, mint a ajánló aláírások gyűjtése? Tehát egy pártag ajánlhat mondjuk 3 elnökjelöltet? Lehet, igen, lehet így is. Itt ugye azért egy szabály van, hogy a pártagnak és az elnöknek jelen kell lenni, elnökjelöltnek jelen kell lenni az ajánló aláírás megtörténtekor. Tehát egy regionális fórumok keretében mennek az elnök jelöltek, vagy az elnök jelölt, és ott bemutatja a pályázatát, és az ott lévő pártagok pedig ajánlják az ő jelöltségét. Egy kampány után kezdődhet a következő. Kezdődhet egy belső kampány. Így, igen, így tervezi? Nyilván erre számítottunk, hiszen ugye az elnökségnek és a megválasztott tisztségviselőknek amúgy is lejárt volna a mandátum a nyáron. Tehát ez egy olyan kongresszus, amit várható volt, bármilyen választási eredmény van, akkor tisztújítás következik. Különami Ágnes azt mondta a mi reggeli műsorunkban a startban, hogy ő áll elébe. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy alkalmas lenne, ő vállalja. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, mert majd nem rámutogatnak, hanem most mondta el, ez az is kell, hogy végigjárja a megyéket Kunhalmi Ágnes. Kiről tud még? Mesterházi Attilát mondják még, hogy szintén szeretne pártelnök lenni újra. Nyilván még mielőtt elrendelik a tisztújítást, nem lenne illendő, arról beszél, ki aspirál. Én magamról tudok nyilatkozni, én is kaptam több felkérést a pártelnökségre. Én mindenképpen csapatjátékos vagyok, itt dolgoztam a frakció élén is, tehát hogyha olyan tartalmi és olyan személyi összetétel felé mutat a tisztújítás, és ez az egész folyamat, ami arról szól, hogy az MSZP nyilván azután rendbe teszi a saját szervezeti kereteit, de fenntartja a nyitottságát és az együttműködési hajlandóságát. Ha Párbeszéddel megkötött szövetségünk fent tud maradni, akkor nem fog elugrani a feladat elől, vállalni fogom a jelöltséget. Na hát akkor ez még pár hét, mondjuk 2 hónap. Így van 2 hónap. Az viszont a mai nap eseménye, hogy Pál Filona és az NB ellen az MSZP kifogást nyújtott be, mondván, hogy elzárják önöktől azokat az adatokat, amelyek adatok azt bizonyítanák, hogy belenyúltak vagy sem a rendszerbe a választás estéjén, éjszakáján. Ki zárja ezt el önök elől? Meg tudják nevezni? Tehát konkrétan Pál Filona tiltja meg, hogy odaadják önöknek a számítástechnikai hozzáférést? Miután kaptunk egy válaszlevelet a beadványunkra, így hát nem tudok más mondani, igen, ő az, akitől nem kapjuk meg azokat az informatikai adatokat, amelyből látható lenne, hogy az informatikai rendszerben milyen beavatkozások történtek. Azt a levelet Pál Filonától kapták? Igen, tehát kaptunk erre egy választ, nem kapjuk meg ezt az adatsort, megkaptuk a jegyzőkönyveket, ugye nyitottunk egy honlapot az újraszámlálás.hu név alatt, ahol fönt vannak a jegyzőkönyvek, rengeteg észrevételt kapunk, folyamatosan nyújtjuk be a kifogásokat nyilván a helyi választási bizottságoknál, de önmagát azt a leírást, azokat az úgynevezett logfájlokat, amikből kiderülhet, hogy hogyan nyúltak bele az informatikai rendszerbe, ezt nem kaptuk meg, és hát el is zárkóznak attól, hogy ezt megszerezzük. De milyen alapon? Milyen, valamire hivatkoznak? Egyszerűen ez nem tartozik ránk. Nagy valószínűséggel. Hát nem így szó szerint, hanem le van írva, hogy történtek
beavatkozások a nap folyamán, hiszen nagyon sok olyan jelzést kaptunk, meg láttunk olyan képernyő fotókat, amiből az látszik, hogy egyszer 7,1 millióan voltak a névjegyzékben, egyszer 7,3 millióan voltak, vagy 9,3 millióan voltak a... 9,3 millió. Vagy bocsánat, 7,3, igen, sok lenne. Igen. Tehát ugye mindenképpen... 7,980 ezer, vagy valami ilyen a szám. Tehát ugye 7 millió 300, után 7 millió 900 ezer. Ezt elismerték, hogy napközben külön engedéllyel belenyúltak, pont ezek miatt, az anomáliák miatt mondják ők, de az, hogy valójában mi történt, az sajnos nem. Na de milyen rendszer az, ahol ilyen anomáliák előfordulhatnak? Hát ez olyan rendszer, hogy egyszerűen a sok pénzért létrehozott új választáspont, új informatikai rendszer, ami auditálásra került, az összeomlott a választási iroda állítása szerint, és a régi rendszert állították el. Nem, Pálffy Ilona engem itt kiavított hétfőn, igen, este, és azt mondta, hogy annak a rendszernek, ami a választást magát lebonyolítja, annak a világon semmi baja nem volt. Hát igen, de kizárólag ugye, a honlappal hát volt. Hát ezt szeretnénk megtudni, ezt szeretnénk megnézni. Valóban van egy belső informatikai rendszer, amit a választási szervek használnak. Ez az, amivel kapcsolatban mi adatot kértünk, erről nem kaptunk adatot. Ez köteles lenne kiadni egyébként az MV-t? Nekem meggyőződésem, hogy igen, hiszen közbeszerzés útján választották ki azt a programot, amiből aztán megvalósították, lebonyolították. Az most mindegy is, hogy lett a program, az nem mindegy, hogy lett az eredmény. Így van. Tehát, így hogy van. Azért lett ez az eredmény, mert valaki matatott, vagy azért lett ez az eredmény, mert ez hibátlanul működött, csak valami kis butaságot. Én azt mondom, hogy sok kicsi sokra megy. Tehát, hogyha végignézzük a Fidesz választási befolyásolási tevékenységét, akkor ugye kezdjük azzal, hogy mi a helyzet a médiapiacon, kezdjük azzal, hogy hogyan viselkedett a közmédia ebben a kampányban, a kormány hogyan avatkozott be közpénzen a választási kampányba, meg lehet nézni azokat a szavazókat, akik ugye a megnyitott kis határátkelő helyeken, éppen ezen a napon megnyitott határátkelő helyeken megérkeztek, és fiktív címek, lakcímekre bejelentve szavaztak, meg lehet nézni a kamupártokat, amikről kiderült, de hogy a Fidesznek köze volt. Mindről tudták, így hogy van, ez így lesz. Ahogy mondom, tehát ez úgy mentek neki a választásnak, hogy ezt pontosan tudták, elmondtuk, hogy ez az adottság. Mindig is elmondtuk. Az nem ilyen... adottság, hogyha mondjuk a számítástechnikai így rendszer, amelyik a választás tisztaságát hivatott garantálni, így az van, úgy van. Működik, hogy valaki belenyúlhat, önök meg nem láthatják, nem látjuk, ki és mit csinált. Bele, de azt is látjuk, és arra is kapunk nagyon sok jelzést, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvekben sem a valóság szerepel, hiszen vannak olyan szavazóköri delegátjaink, akik jelezték, hogy hát ők maguk szavaztak az MSZP párbeszéd listájára, csak éppen a jegyzőkönyvben nem látszik. Na de ez akkor ott miért nem jelezték, hogy delegáltak voltak? Ugye nyilván késő este megkapták a jegyzőkönyveket, behozták, és most ugye, ahogy hasonlítjuk össze a benti adatokkal, a jegyzőkönyv adatokkal, így jelezték ezt számunkra, hogy ez történt. Azt gondolja, hogy van a választást befolyásoló hatása, súlya annak, amit feltételeznek, vagy amire válaszokat várnak? Én azt mondom, hogy ennek így összességében mindenképpen, tehát ezért mondtam azt, hogy sok kicsi sokra megy, tehát az, hogy ugye, hogy a kétharmad összejött volna vagy sem, abban lehet-e annak szerepe, hogy hogyan szállították a szavazókat, hogyan vásároltak szavazatokat, hogyan jöttek külföldi választópolgárok, akik magyarországi lakcímmel magyar állampolgárként, én magyarul éppen nem tudva, de mégiscsak szavaztak. Tehát összességében lehet ez egy olyan nagyságrend, ami éppen a kétharmadot befolyásolhat. De ezt tegyük helyre, ez utolsó előtti, tehát az, hogy ők jöttek szavazni, miközben van magyar állampolgárságuk, van magyar lakcímük, és mikrobuszokkal szállították őket, ez sajnos a törvény szerint rendben nem, van. Nem, nincs rendben. Melyik része nincs? Hát a lakcím. Tehát aki nem a bejelentett lakcímen él életvitelszerűen, az ugye szabálytalan, tehát az törvénysértő, és ha ilyen eset történik, akkor ez választási csalás. Tehát hogyha valaki bejelentkezik egy lakcímre, de életvitelszerűen ott nem tartózkodik. De miért kéne neki életvitelszerűen tartózkodni? Hát ebben az országban rengetegen vannak, akik nem életvitelszerűen tartózkodnak az állandó lakcímükön. Aztán elmentek szavazni. Hát elmentek ott éppen, ahol... Vagy ahol akartak. Tehát vagy igen. Ott, ahova kérték, hogy szavazhassanak. Láttuk a hosszú sorokat, milyen remekül működött ez a lehetőség. Vagy pedig hazautaztak, vagy odautaztak, akkor be vannak jelentve. Erre mondhatja ezt bárki, hogy a mikrobuszosok is így jártak el. De azért visszaélésszerű az, hogy egy lakcímre mondjuk 500, vagy 200, vagy 300 ember van bejelentve, tehát azért az elég lehetetlennek tűnik. Én ezt értem, de ez előző nap is így volt. Tehát ez nem a választás pillanatában alakult, így ez már előző nap is így volt. Sőt, ebben még 2014-ben eljárás is volt, és ugye ott volt is megállapítás. Jó, de
Meglátjuk. Szombaton van 72 órájuk. Be fogjuk adni a kifogásokat. Szombaton lesz egy nagy tüntetés, ahol pedig a választópolgárok elmondják a véleményüket el. Önökről is. Tegnap itt voltak a tüntetés szervezői, hangsúlyozták, hogy ez nem feltétlenül egy kormányellenes tüntetés, ők a demokráciáért tüntetnek, és megvan a véleményük az ellenzékről is. Arról, hogy az ellenzék hogy koordinált, hogy működött együtt, vagy hogy miket mondott a választópolgároknak, mennyire hiteles állításokat. Ebből a szempontból nekem nyugodt a lelkiismeretem. Tehát ha valaki mond még egy pártot az MSZP és a Párbeszéd Szövetségen kívül, aki ennyi áldozatot hozott, tulajdonképpen a végén 55 körzetben indítottunk jelöltet. Én tudok mondani, vissza... Gyurcsány Ferenc ugyanezt mondja a DK-ról. Igen, és hát, ő, ugyanazt mondja, hogy tud valaki még egy olyan pártot, aki ennyi helyen visszalép, vagy nem indít. Nyilván. Én azt gondolom, hogy ebben az egész koordinációban a legnagyobb hiba, hogy elfelejtettük azt az alapmondatot, amit végigmondtunk, közös jelöltek, közös miniszterelnök jelölt és közös lista, ami összegzi a szavazatokat, abból lett volna igazi eredmény. Ez a koordináció erre volt elég. Na de ez mondott Csőrök, pont ez az ötletcsőrök. Botka László ebbe bukott bele, hogy ehhez ragaszkodott. Nem tudom, hogy mibe bukott bele, mert ez azóta sem derült ki tisztán. Nyilván ennek is köze volt ez, de az, hogy ennyire széttagolt és egymással versenyző demokratikus ellenzéki pártok vannak és léteznek, ha ezt az utat járjuk tovább, akkor nem lesz más eredmény, tehát ezen mindenképpen... Lesz közös pártjuk Gyurcsány Ferenc, ugyanezt mondta itt hétfőn, hogy ez így nem megy tovább, ez a széttagoltság az ellenzéki oldalon, valami nagy egységet kellene formálni. Hát sajnos ő volt az első, aki elutasította a közös listát. Ez igaz. Hát új szelek fújnak 2018. április 8-a óta jelek szerint. Figyelő, nem tudom, látta-e a mai sajtót és a mai újságot. Abban van egy 200-as lista, a Soros Bérencek listája. Sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni. Ugye ezt használja a kormány állandóan. Nyilván ezzel a célra jelentettél meg. Mit gondol erről? Futkos a ideg a hátamon. Azt kell, hogy mondjam. Tehát olyan feláborító, hogy még meg sem várják a választás végeredményét. Magánszemélyek, civil szervezeti vezetők, jogvédőknek, segítőknek a nevét így kilistázni és ilyen negatív színbe feltüntetni, ez nagyon-nagyon rossz emlékeket idézhet fel sok emberben. Voltak erre már történelmi példák. Én erre azt mondani, hogy én értem a Fideszre szavazóknak az akaratát és a szándékát, amiben volt egy biztonsággal kapcsolatos elköteleződés, hogy a Fidesz egy kiszámítható utat mutatott nekik, hogy ugye megvédi őket a migránsoktól, holott ugye az elmúlt időszakban a rendőrség kimutatása szerint egy migráns próbálta átlépni a határt, de az, hogy erre a Fidesz nem kapott felhatalmazást, hogy embereket így megbélyegezzen és ilyen listát közzé tegyen, vagy ezzel foglalkozom, és ki tudja, mi fog velük történni, azt gondolom, hogy még a Fideszre szavazók sem adtak erre felhatalmazást. A kérdés az, hogy a Fideszre szavazókat ez zavarja. Ugye a Fideszre szavazók azzal is együtt tudnak élni, hogy évek óta Soros György arcképét látják kiplakátolva, mint a nemzet elveszejtőjét, a nemzet ellenségét. Nyilván azért vannak, akik nem szavaztak a Fideszre, 2,5 millióan vannak, ők biztos, hogy nem értenek ezzel egyet. Mi mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk, hogy bármilyen hátrány érje azokat a személyeket, akik ilyen is szerepelnek. Nyilván nekünk politikai eszközénk vannak, ők maguk tudnak olyan jogi eszközöket használni, amit nyilván meg fognak tenni, pláne azok esetében azok hozzátartozói, akik már ugye elhunytak és mégis szerepelnek ezen a listán. Hát a jogi eszközökről ma este még szó esik, majd vár a kezükben ügyvédet is, aki majd elmondja erről is a véleményét, de hát ön is jogászember. Van valódi jogvédelem ilyen esetben egy magyar állampolgár számára? Hát egy jogállamban lenne jogvédelem, de hát sajnos... Ma Magyarországon van? Ma Magyarországon nyilván a bíróság az utolsó mencsvár, tehát ha ott tudnak érvényt szerezni a jogaiknak, akkor kapnak jogorvoslatot. Nyilván büntetőeljárás nem gondolom, hogy elindulna Schmidt Mária ellen és Polt Péter által. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.